Az ukrán parlament csütörtökön első olvasatban megszavazta az orvosi marihuána legalizálására vonatkozó törvényjavaslatot, közölte Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselő. A törvénytervezetet, amelyet június 10-én regisztráltak a legfelső tanács honlapján, 268 képviselő támogatta. A szabályozás értelmében a kannabiszból előállított termékek fogyasztása akkor számít legálisnak, ha ezt orvos rendeli el. A marihuánát elsősorban a rákbetegeknél és a posztraumás stresszben szenvedő katonáknál alkalmaznák. Korábban az Ukrán Egészségügyi Minisztérium is támogatta a törvénytervezet elfogadását. Volodymyr Zelenszky elnök parlamenti felszólalásában sürgette az orvosi marihuána legalizálását. A világ összes gyakorlatát és megoldását bármilyen nehéz vagy szokatlan legyen is az, alkalmazni kell Ukrajnában, hogy egyetlen ukrán állampolgárnak se kelljen elviselnie a háború okozta fájdalmat, stressz, és traumát. Különösen a kanabisz alapú gyógyszereket kell végre legalizálnunk azok számára, akiknek szüksége van rá. Mindezt megfelelő tudományos kutatások és ellenőrzött ukrajnai termelés mellett, mondta az elnök.